Szerbusztok, magyar barátaim, Dr. Zsú vagyok, és ismét egy kérdésre szeretnék válaszolni, az pedig, hogyan egyetek rántott ételeket az egészséges étrend részeként? Hát először is nézzük meg, hogy milyen ez a panír, amit te bepaníroztad. Hogyha ez gluténmentes lenne, az tök jó lenne. De hogyha azt választod, hogy még nem vagy gluténmentes, akkor csináld bármilyenre a panírodat, az teljesen mindegy. Csak azt nézd meg, hogy az ételednek a többi része, a burgonyád, a zöldségeid, a salátád része, hogy ott ne legyen nagyon olajos dolog, és ne legyen rántott dolog például, hogy ne sült krumplival, olajba sült krumplival, hanem mondjuk a héjába sült krumplival, vagy főtt krumplival edd meg ezt az ételt, és legyen mellette saláta, mint a kiegyensúlyozott ételednek a része, amit a könyvemben természetesen megtalálsz, ami az, hogy a fogyás 7 lakat alatt őrzött titkai, amit a vivanatura.hu oldalon találsz meg. Köszönöm szépen, ez volt Dr. Zsú.